Két év kihagyást követően tartották meg újra a nyíregyházi törvényszéken a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei összbírói értekezletet. Az intézmény vezetősége és az Országos Bírósági Hivatal a megye járásbíróságainak tavalyi tevékenységéről adott tájékoztatást. Mozgalmas éven van túl a törvényszék, a 2020-as ügyteherhez képest ugyanis hatalmas mértékben növekedett a beérkezett ügyek száma, hangzott el az eseményt megelőző sajtótájékoztatón. Az ügyérkezés növekedés 19,6%-os, tehát mondhatjuk, hogy kerekítve 20%-os volt, ami az országos átlagnak több mint a hatszorosa. Az országos átlag szerint 2020-hoz képest 2021-ben 3,1% volt a ügyérkezés növekedés, a nyíregyházi törvényszéken pedig csaknem 20%. Azt hiszem, ez egy beszédes adat. A törvényszék ügyterhelése ráadásul nem csak 2020-hoz képest nőtt meg, hanem 2021-ben 13%-kal több ügy érkezett, mint 2019-ben, tehát meghaladta úgymond az utolsó pandémia előtti évet is a 2021 évi érkezés. A több mint 74 ezer beérkezett ügy közül mindössze 310-et nem sikerült befejezni, így az elbírálások időszerűségét is sikeresnek értékelték az intézménynél. A pandémia alatt a törvényszéknél biztosították az otthoni munkavégzés feltételeit, az informatikai rendszer fejlesztésével pedig általánossá vált a távmeghallgatás. A járvány az ügyszámok növekedéséhez is hozzájárult. Nagyon sok olyan ügyünk érkezett, amely a veszélyhelyzeti szabályok megsértésével összefüggő szabálysértés volt. Ugyancsak nőtt a büntető ügyszakban a peren kívüli ügyek érkezése, ezt is a veszélyhelyzet hozta, de tulajdonképpen egy pozitív hozadéka lett, mégpedig az, hogy a vádhatóság megtartotta már enyhülő helyzetben is azt a gyakorlatát, hogy az egyszerűbb büntető ügyeket tárgyaláson kívül kéri elbírálni. Ez az ügyfeleknek is egy kedvező megoldás, hiszen ha a döntésbe, hogy úgy mondjam, belenyugszanak, akkor a büntetőeljárás befejeződik, nem kell tárgyalásra járni, nem kell ügyfeleket mozgatni, tanúkat idézni, egyéb intézkedéseket tenni. A sajtótájékoztatón elhangzott, idegenrendészetileg a korábbi évekhez képest csendesebb volt a 2021-es év. Tavaly összesen 565 illegális migrációs ügy érkezett, volt olyan év, amikor ez a 3000-et is megközelítette. A törvényszék az egyik legnagyobb sikerként azt könyvelte el, hogy a debreceni ítélő táblához felterjesztett ítéletek mindegyikét jogszerűnek és pontosnak ítélte meg a felsőbb fórum.